tudod-e mondani, hogy hány filmben szerepeltél összesen? Nem tudom, de 54. Tehát 4-gyel több filmben szerepelt Sándor életében, mint ahány esztendős. Igen. De 54 filmben szerepelt? Igen, de ezek közül van 4 nemzetközi. Ami Gergő nagyon Die Hard egyébként. Tehát azt mondta Gergő, hogy hajnal 2-kor nyitottak ki egyszer a tévét. Nem is értem, hogy minek. Hogy akkor a Duna TV-n, vagy föl akart ébredni, ezt nem lehet tudni. A Duna TV-n egy török-német koprodukcióban volt román taxisofőr. Ez... Ugye? Ugye? Sándor. Igen. Nagyon, nagyon jelentőségteljes volt az a szerep egyébként. Jó is volt. Nem merték, a német csapat nem tudta, hogy hát Románia vajon veszélyes, vagy nem, mert ők ennyire keletre még nem mentek, ezért itt a Pilisbe állították fel a román határt, tehát még az az élményem se volt, hogy át tudok menni a román határon, hogy Romániába legyek román. Itt a Pilisben meg szinte tájidegen, hogyha az ember románul káromkodik, tehát azért az elég érdekes volt, és nekem azt kellett megtanulnom. És közben elerett az eső, és gondoltam, hogy jaj, de jó, hogy napra szerződtem, tehát akkor lesz idő egy kicsit gyakorolni, meg szaporodik a pénzem. De a németek azok profik, tehát ők esőben is tudnak úgy forgatni, hogy nem látszik az esőcsepp, úgyhogy nagyon bánatos román voltam. De ebből is született egy műsor, tehát ez ennek a kettő perces szerepét hallották most. A kínosabb részét Sándor nem meséli el, hogy egy német gyerekszereplő dobált kővel. Jó, nem volt róla szó, hogy meg kell dobni, csak átéreztem a szerepemet, és ő, ahogy annak idején Déva környékén tőlem a kis román Szurtos Peti megpróbált cukrot kérni, amit vissza kellett utasítanom, és én ezt egy féltéglába próbáltam. Gondoltam, hogy hát úgyse fog látszani, és a kamera irányába dobtam, a gyerek meg kamera szereplő szeretett volna lenni, tehát ők pont a kamera irányába szaladt. Mindenki az első világháborúban tüdőlövés kapott, itt fény talált a hátba a tégla hátulra. Azt mondták, nagyon jó, csak nagyon kemény így szemből, mert ez nem egy dokumentumfilm, úgyhogy próbáljuk meg még egyszer. Úgyhogy ha lehet, akkor ne találjam el a gyereket. És hát úgy döntöttem, akkor most nem a kamera felé dobom, és legalább látszik, hogy dobtam. És így 45 fokait arra dobtam, a gyerek meg félt, hogy még egyszer eltalálom, és így kikanyarodott a kamerába, és újra hátba dobtam. De ez már nem volt benne a filmben, tehát viszont aznap nem volt több gyerek szereplő, tehát én egyszer úgy jártam, hogy véletlenül belekeveredtem én is a filmek forgatagába, egy nagyon agresszív parasztot kellett játszani, ment, és arról szólt, hogy egy idős embert ki kell vennem a kocsiból, akit én vittem. De várjál, a kezdő mondatot mondjad, hogy mit mondtak, mivel bosszantottak föl? Ez neked Ribisz Libor? Mi van? Na az a lényeg, hogy bennült egy férfi a kocsiban, én vezettem, megálltam, ki kellett venni a kocsiból, de hogy jól lehessen látni, azt az idiótaságot kellett elkövetni, hogy nem azon az oldalon húztam ki, ahol ő ült, hanem a sofőr oldalon át, így a kormány felől, de kijött kis cuppanással, és akkor úgy kellett, mintha ütném. És annyira megijedt, hogy ütöm, hogy elfordult, nem, bocsánat, fölkapta a kezét. Tehát ez ilyen kaszkadőr jelenet, hogy ha Sanyi itt van és én ütöm a fejét, akkor mellé ütök, vagy a vállát ütöm meg, és ő meg fölkapja, mint horba. Csak amikor fölkapta a kezét, a könyökével itt találta, itt van egy kis csont, az abban a pillanatban eltört, könyvbe lábadt a szemem, és hát ment tovább a jelenet, ütöttem, ő meg egy kicsit elmozdult, és eltörtem a lapocka csontját, úgyhogy ott gurultunk egy kicsit a sárba, mondták, hú, nagyon jó, és nekem eltört az orrom, neki a lapocka csontja, és másnap megint mentünk dolgozni, és mondtam, hogy én most egy kicsit szarú vagyok, mondta, hogy ő meg teljesen, és mondom, mert te meg egy hülye vagy, eltörted az orromat, mondta, hogy te meg a lapockámat, úgyhogy nem hívtak többen filmbe. Elvette két kaszkadőr pénzét. Hát most két Várja. Ilyen szórakoztató történet után. Na ilyenek lesznek, tehát hogy azért erre kell felkészülni, hogyha Sanyi felhoz egy ilyen történetet, vagy tán én, akkor egyikünk vagy másikunk erre reagál. Ez olyan, mint a Kasparov meg a Karpov, hogy így fogunk majd sakkozni, hogy mindig az egyik lép, igen. Ez szerintem ez bármelyik két sakkozóra igaz. Sándor, nem kell ilyen nagy jeleket. Én rám nem igaz, mert én úgy voltam megyei női harmadik helyezett.
hogy azt, Sanyi néni. Azt egy titkot tudtam, hogy ha én nyitok meg és nem lépek többet, akkor én nyertem. Tehát így telt le az 5 perc, és a tébolyba húzták ki az ellenfelemet, de ezt kétszer megcsináltam, és ezzel nyertem, úgyhogy megyei női harmadik, nem volt ki a megyei női csapat, csapatban lettem megyei női harmadik helyzet. De még már ilyen volt a hajad? Nem, akkor úgy néztek, mint Mirály Matyi, ilyen kis frizalám volt, mert az volt a divat, és egy enyhén széles trapéznadrág volt rajtam, egy 25 centi hosszú elől. Jó, rövid lábad volt. Igen. Az a kornak teljesen megfelelő volt. A 25 centis láb? Nem, a 25 centis trapéz. Nem mond ki, nem mond ki, tudom, pornóztál, nem Düftinből. Düftinből farmernadrág. Vidéken az akkor divat volt egyébként. Egy ideig nálunk a Dustin Hoffmant is Düftin Hoffmannak mondták.